Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Hallhattuk azt, hogy a kormány külgazdasági stratégiájának megfelelően kulcsfontosságú Kuvait. Idén tavasszal arról is értesülhettünk, hogy az Arábiai Félsziget más országai is legalább ilyen kulcsfontosságúak, hiszen Orbán Viktor Szaúd-Arábiában tett egy üzleti látogatást. Ezen az üzleti látogatáson a delegációnak része volt egy bizonyos Kóka János, akinek a neve talán ismerősen cseng a ház falai között. Kóka János egy olyan céget képviselt, amiben történetesen egy korábbi miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc is részesedéssel rendelkezik. És kiderült, hogy ennek a Kóka János nevű üzletembernek a szolgálati útlevelet, kedves miniszter úr, nem más dugta bele a zsebébe, hanem az ön helyettese Szijjártó Péter. Tehát ha már az Arábiai Félszigetről, illetve az Arábiai Félszigettel élénkülő magyar külgazdasági kapcsolatokról beszélünk, valamint a szolgálati útlevelekről, szerintem remek alkalom arra, hogy itt a parlamentben tisztázzuk azt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági államtitkár miért dug elszámoltatás címén szolgálati útlevelet Kóka János zsebébe. Köszönöm szépen!